Ő attól fél, hogy kicsináljuk ma este. Mi már itt délután így elengedtünk egy-két dolgot, amiről ő arra következtetett, hogy ki fogjuk ma este csinálni, és velünk jártál még jól. Igen, ennél csak rosszabbak? Majd este néznek, milyen lesz az. A Géza. Gyilkos. Ilyen esetekben szinte sokkoló a hisztérikus siker? Sokkoló volt. Abszolút sokkoló volt. Nekem teljesen feldolgozhatatlan volt évek. Igen? Feldolgozhatatlan volt. Nem fogtam fel. Tényleg. Van olyan is, hogy valami nem jó, de siker. Van olyan, amit nagyon jó néven vennél, hogyha nem játszanál a színház, mert úgy érzed, hogy te égsz. Most ilyet nem mersz mondani, ugye? Tudunk titkot tartani. Ezt kivágjuk. Ami a következő kép, ami megvan, hogy ülök ott a kórházi váró, vagy ott a folyosón, és az van meg, hogy annyira zokogtam, hogy már a tüdőm nem bírta. A Pinocchio abban az a tét, hogy valószínűleg már nem írok ezen kívül még egy zenés darabot. Rohadtul nem mindegy, hogy az utolsó milyen. Jó estét kívánok! Házi színpadon elkezdjük a játszótársakat. Kérném szépen Presser Gábor, Tunderlik Józsefet, Kadarka Jendrét. A kamera forog, tessék! Köszöntöm Önöket, sokan Kadarka Jendre vagyok, ez pedig a játszótársak. A Víg Színház és a YouTube csatornám közös produkciója, mindig itt a házi színpadon találkozunk, hogy a Víg Színház egy sokra jutott, beérkezett jeles művészét egy asztalhoz ültessük, ugyanezen teátrum, fiatal, sokra hivatott csillagával, hogy beszélgessünk színházról, sikerekről, kudarcokról, mélységekről, magasságokról, ugye egyáltalán a Víg Színházról, és mindezek végeredményét minden hónapban egyszer a YouTube csatornámon láthatja a nagy közönség. Mai első vendégem a magyar zenei élet legendája, ő az LGT, az Omega ikonja, és emellett, nem utolsó sorban, a Víg Színház zenei vezetője 1978 óta. Olyan emblematikus zenés darabok fűződnek a nevéhez, mint a Képzelt Riport egy amerikai popfesztiválról, a Padlás, a 30 éves vagyok, a Szent István korú 14, vagy épp a Túl a Maszathegyen. Februárban mutatják be legújabb zenés művét, a Pinocchiót. Hölgyeim és uraim, Presser Gábor! Párosunk másik tagja zenésznek készült, színész lett belőle. A Társulat című tehetségkutatóban láthattuk őt először, ezt követően a Színház és Filmművészeti Főiskolára került, innen a Pécsi Nemzeti Színházhoz szerződött, majd innen egy év után a Víg Színházba vezetett az útja, és szerintem azóta főszerep követ főszerepet. Ez idő szerint, hogy csak a legfontosabbakat említsem, ő a Nagy Gatsby főszereplője, ő Boka a Pál utcai fiúkból, vagy Rádiós a Padlásból. Felesége Bach Kata, szintén a Víg Színház művésznője, két gyermek édesapja. Wunderlich József. Köszönöm. Köszönöm. Csak hogy, mert izzadni fogunk. Abszolút. Abszolút. Majdnem az lett végül is, hogy a dresszkódunk majdnem tanga lett egyébként, de végül maradtunk így. Egy régi interjúban azt mondtad, amikor ide kerültél a Víg Színházhoz, hogy neked nagyon nehéz feldolgozni azt, hogy ilyen élő nagy legendákkal állsz egy színpadon. Te arra emlékszel, amikor Pici bácsival, hogy először tudtad meghatározni azt, hogy a 700-at neki mi kollégák lettünk? Hát igen, hogy ezt milyen nehéz feldolgozni, arról van is egy konkrét történetem. Pont most innen a zeneszobából jöttünk a Pici bácsi szobájából, és kérdeztem, hogy ő emlékszik-e rá, hogy az első alkalomra, amikor itt találkoztunk, mondta, hogy persze, hogy emlékszik, és megkérdeztem, hogy emlékszik-e arra, hogy ő mit csinált éppen akkor, amikor én bekopogtam és benyitottam legesleg először hozzá, és mondta, hogy arra nem. Mondtam, hogy hát
uborkát evett éppen. Össze volt neki csomagolva egy ilyen nagyon szép kis ebédelnivaló, és volt hozzá uborka, és éppen úgy hátrafordult, és így, ja, itt van a Wunderlich, és ette az uborkát. Most megkérdeztem tőle, hogy ez kovászos uborka lehetett egyébként, nem savanyú. És hát ugye milyen nehéz ezt feldolgozni, hogy én valójában ott már kaptam egy ilyen furcsa blokkot, mert én valahogy szerintem előtte azt hihettem, hogy te ilyen hangrezgésekkel táplálkozol, vagy... Hogy egyáltalán ilyen, eszik, persze. Hát igen, tehát maga az a tény, hogy ő, akit egyébként mindig a hangok között csodáltam előtte, és mindig ilyen különleges aurával, azt gondoltam, hogy ezekbe az aurákba így nem fér bele a kovászos uborka, de hát úgy néz ki, hogy belefér is. Szóval, na, tehát tényleg ez nehéz. De volt olyan pillanat, amikor úgy rögzítetted magadba, hogy kollégák vagyunk. Tehát itt vagyok, kedvel a presszer, ha kedvel, nem tudom. Erről majd később, hogy mi azóta egyébként nagyon összevesztünk, és most éppen nagyon rossz vagyunk. Nem. A Jó estét nyarat, amikor csináltuk, és akkor amilyen egyértelmű volt ez egyébként körülbelül egy időben volt azzal, amikor beugrottam a padlásba, és annyira evidens volt a pici bácsinak az, hogy ő így odaül, leül, mellénk egy szendvicssel, vagy egy nem tudom én mivel, vagy kint egy szivarral, vagy bármi. Annak a fajta nagyságnak köszönhető, ami egy olyan szerénységgel párosul. Ezeket így megbeszéltük egyébként előre, ugye? Majd ő is mond rólam szépeket, és azt is előre átküldtük egymásnak, hogy mi az, amit mindenképpen mondjunk el a másikról, szóval ezek így megvannak dumálva előre, semmi úgy nem lesz szóval. Igen. Gyakran tapasztalsz ilyet, hogy megvannak illetőve veled kapcsolatban fiatalok? Nem. Azt gondolom, hogy vagy nem tudom. Tehát én igyekszem ezzel nem foglalkozni, mert azt gondolom, hogy ha valaki itt marad és közel kerül hozzánk, akkor ez elmúlik. Az én úgy gondolom, hogy az teljesen evidens, hogy bekerülök egy új környezetbe, akkor úgy próbálkozom valahogy megtalálni a helyemet. Az sem lehet egy jó dolog, hogyha öreg munkatárs állandóan azt magyarázza a fiatalnak, hogy nem, legyél laza, nyugodj meg velem, én jó fej vagyok, nem kell. Majd meg. Vagy össze tudunk hangolódni, vagy nem. Ha nem, akkor már úgyis. Volt olyan, hogy valakivel nem találtatok közös hangot? Na biztos. Sőt, nyilván nem is egyszer, ez teljesen nyilvánvaló. Ez nem olyan meló, ahol nem árt, ha szereted. Mert sok olyan munka van. Hanem ez olyan meló, hogyha nem szereted, akkor nincs. Ez a legborzalmasabb rabszolgamunka. Én mai napig úgy vagyok a munkákkal, hogy ezt még nem. Tehát amit most fogok csinálni, azt én még nem tudom. Azt kidönti el, hogy az ember tudja, vagy nem? Hát ez az én érzésem, hogy én tudom-e, vagy nem. Az, hogy valaki azt gondolja rólam, hogy alkalmas vagyok erre a feladatra, az egy másik kérdés. És az egy másik kérdés, hogy én mondjuk egy munka folyamat során hol kezdek el hinni abban, hogy tényleg meg tudom csinálni. Általában mikor kezdesz el hinni? Főpróba heteken általában meg szoktam érezni, hogy összeáll-e bennem az a szerep. Majdnem mindig be is jön, vagy van, hogy megcsalt téged mondjuk a premier vagy a negyedik előadás? Hát hogyha a főpróba héten azt érzem, hogy kezd összeállni, vagy összeáll, akkor az utána már úgy marad meg bennem, hogy én azt érzem, hogy az összeállt. Hogy összeállt-e, hogy sikere vagy bukás, az már megint nem az én döntésem vagy feladatom eldönteni. Volt olyan sok esetben, hogy azt gondoltam, hogy óriási bukás lesz, és nagy siker lett. Mondasz egy példát? Igen, a Pál utcai fiúkról például azt hittem, hogy nagy bukás lesz. Miért? Mert nem úgy alakult a próba folyamat, ahogyan elképzeltem. Az egész csapatban volt egy olyan hangulat, hogy a fő próba héten úgy fogtunk össze, hogy gyerekek, csak azért is megcsináljuk. De mi hiányzott? Nagyon sok kérdés felmerült,
hogy mi az, ami hiányzik nekünk a regényből, az eredeti műből. Sok kérdés volt bennem, sok kérdés volt a zenékkel kapcsolatban is egyébként, hogy az mennyire odavaló éppen, vagy mennyire nem, vagy mennyire kifejező, vagy mennyire nem. A Grecsóval, Radnóti Zsuzsával, Marton tanárúrral, hát rengeteg meccs ment. Te mertél belefolyni ilyen vitákba fiatalként? Egyáltalán nem. Nem, egyáltalán nem. Körülbelül a csata jelenetnek a 80%-a az például ki lett húzva az utolsó napokban. Ami szintén egy olyan érzés volt nekünk, akik előtte két hónapig azt gyűrtük, iszonyatos nehéz, tehát még sokkal bonyolultabb dolgok voltak benne, mint ami végül maradt. Majd aztán nem sokkal a bemutató előtt azt kaptuk, hogy akkor ennek így a 80%-a sutty, és akkor tényleg volt bennünk egy olyan, hogy gyerek, hát ilyen nincs, hát ezt nem lehet. Hát, de hát ugye úgy voltunk fel, hogy hát közben ez egy olyan helyzet, hogy az ember alkalmazott művészetet csinál valamilyen szinten, tehát van egy rendező, és van egy csomó ember, akinek nyilván a művészi akarata az előbbre való egy ilyen helyzetben, mint egy színésznek a művészi akarata, és hát úgy voltunk vele, hogy oké, elfogadjuk, és csak azért is beletesszük. És igazából szerintem az történt, hogy egyébként ennek a csata jelenetnek az a 80%-a, ami ki lett szedve belőle, annak az energiái aztán is szétrobbantak az egész darabban, meg bennünk, és aztán szerintem ebből lett az a Pál utcai fiúk, amit aztán a közönség megismerhetett. Hát akkor csak igaza volt Désnek és Martonnak ezek szerint. Hát nekik igazuk volt. Nekem meg nem volt igazam, hogy én nem hittem akkor még benne. Épp ezért ilyen esetekben szinte sokkoló a hisztérikus siker? Sokkoló volt. Abszolút sokkoló volt. Nekem teljesen feldolgozhatatlan volt évek. Igen? Feldolgozhatatlan volt. Nem fogtam fel. Tényleg. Most, hogy már lassan azért könyörgök, hogy hadd adjam vissza a bokát, és hadd csinálják mások. Most kezdem el feldolgozni, hogy ez mi volt. És mi volt? Hát, nem tudom. Az, hogy szavakkal nem nagyon tudnám megfogalmazni. Az ütközésekkel együtt valahogy valami olyan szikra, és valami olyan láng, vagy valami olyan tűz született meg bennünk, ami nem tudom, szerintem számomra megmagyarázhatatlan. Gábor, az igaz, hogy a popfesztivál premierjén, te a szünetben azt hitted, hogy ez akkora bukás, hogy a faladja a másikat? Igen. De miért? Vannak. Hát ugyanaz. Amit a Jóci elmondott, azért az egy picikét átvihető egy színházban próbált darabok felére, vagy a 60%-ára legalább. Tehát, hogy bizonytalanok vagyunk, hogy nem tudjuk biztosan, hogy mi lesz, hogy nem félünk megjósolni a sikert, és beleképzelünk minden kis hogy mondjam, bizonytalan momentumba, beleképzelünk valami hatalmas, tátongó csapdát. És a képzett riportnál én azt éreztem, amúgy sem gondoltam, hogy ez most valami olyan nagyon jó. És hát mert nem volt olyan nagyon jó, mert a társulat olyan nagyon nem szerette. Ez egy nagyon bonyolult dolog. Most beszélünk két olyan Marton rendezésről, amíg mindenféle rekordokat döntögettek. És ő nem lehet itt, hogy elmondaná. Néztük ezt az egészet, ahogy próbáltak, és láttuk azt, hogy vannak színészek, akik rendesen dolgoznak, vannak, akik nem dolgoznak rendesen, vannak színészek, akik szimpatikusak, vannak, akik nem, vannak, akik tudnak énekelni, vannak, akik nem. Én azt láttam, hogy egy csomó ember nem úgy dolgozik, ahogy kéne, de miután én új fiú voltam a színházban, zöldfülű voltam, nem értettem semmihez. Ez akkor volt, amikor először bementél a Fodrásztárba, ugye? Köszöntél az Irmikének? És most mentél be másodjára egyébként.
Ezt most el kell magyarázni, de találkoztunk a fodrásztárban, mert kértem egy hajszárítót, és pont bejött a Joci, ez most volt egy órával ezelőtt, és ott valamit matatott, és akkor mondtam, hogy, vagy ő mondta, hogy csodálkozik, hogy ott vagyok, és mondtam, hogy másodszor vagyok az 50 év alatt a fodrásztárban. Először is csak azért mentem be, mert az Irmikét, aki mindannyiunk kedvence és imádottja, aki már 92 körül, egy, bocs Irmike, nem akarom öregíteni, és Irmike a legnagyobb sztár a színházban. Szóval most ez lehet, hogy a Joci címlapon, meg mit tudom én, de az senkit nem érdekel. Egy dolog számít, hogyha ide bejössz, akkor itt Irmike a legnagyobb sztár. És szalad a folyosón, és dolgozik a fodrászatból az Irmik. Na, és a lényeg az az, hogy akkor Jocsi mondta, hogy nem hitte volna, hogy fodrászhoz megyek, hogy a hajamat, nem tudom, hogy nyúzzák, de mondtam, hogy hát nem, csak most bejöttem végül is, így a közeledő 50 év alatt. Itt vagyok másodszor a kezemben egy hajszárító. Miért nem jártál többször? Fáztam és ideg. Ja, úgy gondolom, miért nem? Mindegy. Hát nekem nem kell fodrász. És, na mindegy, szóval a képzelt ipotnál, és a közönség is nagyon gáz volt. Hát én még akkor nem tudtam, hogy mi az. Aztán hála Istennek, hogy ki lett tolva azért a nagy része annak a premier első előadás, premier, hogy mondjam, protokoll közönségnek, aki elvárta, hogy meg legyen hívva, az, hogy itt ül, és akkor a Víg Színházban nincs premier nélkül, hát ezt nagyon lehet utálni. És hát ezek ugye itt így ülnek, vége van a felvonásnak, és... Néma csend már a nézőtéren, mindenki a hátát, mindenkinek csak a hátát láttam, mert mentek már a büfébe. És én meg fölmentem a társalgóba, és ott már mindenki ilyen marha jókedvű volt. És ment a pohárcsörgés, meg duma, röhögés, és mondom a Lukácsnak, mondom, te, mitől van nektek ilyen jó kedvetek? Azt mondja, mi a baj? Tudod, az a szép hang. Hát mondom, azt, hogy meg vagyunk bukva. És itt hozzátettem két rövid szót. Azt mondja, miért? Hát mondom, mert senki nem tapsol. Te ezek a végén itt fognak elpusztulni a sikertől. Ne mondjad már, de... És ez volt a vége. Ez volt a vége. Én nem tudom ezt jól elmondani. Régen a stopperral álltak az ügyelő. 8 perce tapsolnak. Már 10! És a rendező már így ment. 11 perc, kész. Régen megnyerte az a szezonversenyt, tudod? És Marton mérték, vagyis valami ügyelők mérték. És emlékszem, Marton átszól. 24! Nem tudtuk. És tényleg van olyan, és most nem a képzelt ripoton, hogy a padlásban itt igazgat a Rudolf Péter. A 900. padláson mondott egy pár szót az előadás után, és azt mondta, hogy a Martonon kívül senki nem hitt a darabban. És tényleg, annyira benéztünk mind. De mi benézzük. Azt mi, igen, nagyjából igen. Vannak ilyen tuti dolgok, azt nem érdemes csinálni, vannak olyan tuti darabok, meg egyebek, de van olyan is, hogy valami nem jó, de siker. Van olyan, amit nagyon jó néven vennél, hogyha nem játszanál a színház, mert úgy érzed, hogy te égsz. Tudod?
És vannak olyan dolgok, amikhez most meg... Most nem mersz mondani, ugye? Tudunk titkot tartani. Ezt kivágjuk. Kivágjuk, kicsit álljunk le, bocsánat. Igazság szerint nem valami konkrét dologra gondoltam. Igen, ezek elméletek. Mi csak általánosságban szoktunk. Ilyen, konkrétan ilyen előadás nincs. Nincs. Nem is volt soha. De ha lenne. Igen. Tehát hogy a lényeg az az, hogy ezek ilyen színházi legendák, hogy ki mit hitt. És ezt akkor érdemes elmondani, hogyha valami nagy sikerben nem hittél. Mert hogyha azt nem érdemes elmondani, és azt nem szívesen hallgatja a közönség sem, mert az nem szórakoztató, hogy arról beszélsz, hogy valami annyira jó volt, de tényleg, és ti ilyet még nem láttatok, és itt még ilyet nem csináltak, és az összes színház nem tud ilyet csinálni együtt se, de megbuktunk. Na, ebben nincs történet. A nagy történetek a színházakban azok arról szólnak, hogy nem hittük el. Nem hittük el, hogy ebből lesz valami. Mert nem a mi dolgunk. Arra ott vannak az elméleti szakemberek. Bejön idő a színész, és hozza magával az egész napját. Hozza magával azt, amit délelőtt próbált, vagy dolgozott, hozza magával azt, hogy mi van a családdal, mi van a gyerekkel, mi van a szülőkkel, bármi, mit mondtak neki az utcán, hogy autogramot jöttek ödökélye, vagy azt mondták neki, hogy nem tudom, hát láttunk már jobbat, mint a nem tudom melyik előadás. Ugye, mert ilyen is, ezer és ezer dolgot, hogy mi sikerült neki aznap és mi nem, és az jön be vele együtt. Igen, és nem így múlik el. És még azt se tudhatod, hogyha nem sikerül egy csekket befizetned délután, akkor az jó hatással lesz-e az esti előadásra, vagy rossz hatással? De lehet, hogy délután annyira jól érzem magam éppen otthon, hogy most csak viccelek, mert ilyen nem szokott lenni, de hogy egyébként annyira jól érzem magam, hogy nincs kedvem bejönni, és bejövök, és lehet, hogy utána nem is lesz annyira jó. De az is lehet, hogy pont attól lesz jó, hogy annyira jól érzem. Ezt nem lehet, sokszor ezt nem van, lehet, hogy nem olyan fáradt vagy, hogy azt hiszed, hogy borzal, ezt ma nem hogy tudom megcsinálni. Lesz. És egyszer csak nekem azt mondták gyerekkoromban, ilyen kis csávó voltam, és olyan 6-7 éves. És a zongora órán hát ugye minden foglalkoztatott, és többek között megkérdeztem az Antal Imrét, aki volt a zongora tanárom abban a koromban, hogy mi lesz, hogyha rám jön a prüszkölés a Zeneakadémián koncert közben. És azt mondta, hogy nem fogsz prüszkölni. És tulajdonképpen az így van. Én itt játszottam a Dalok a színházból című előadásomat, ami mondjuk egy olyan 10-15 év, nem tudom mikor csináltam. Itt a házi színpadon 100 előadást. Észnék kellett lenni, mert ebből soha egy szó nem volt leírva. Csak a dalszövegek voltak, vagy amit idézetnek, ott voltak könyvek, vers részletek, stb. Arra az előadásra befértek 140-en, hogyha a nagyon zsúfoltan rakták a székeket. Azok rám vették a jegyet. Tehát más nem szerepelt aznap este. Tehát az én nevem volt csak kiírva. Tehát nem az volt, hogy megnézem a Hamletet, valaki csak eljátsza, hanem itt az volt, hogy az ő előadása lesz. Igen. És lenyomtam az első dalt. És ilyen... Nem is volt olyan, hogy tapsoljanak közben, de úgy érezted, hogy most vége van egy dalnak, és az emberek akkor kiengednek egy kis levegőt. Semmi. Köszöntem, elkezdtem mondani a mesémet. Néma csönd. Akkor ott volt egy olyan mondat, aminél úgy szoktad hallani, hogy semmi. És volt olyan előadás, ahol 20 percen át olvasztottam a jeget. Úgy, hogy tényleg miattam jöttek el. Akkor nem arról van szó, hogy rosszul kaptam a végszót, mert nem volt végszó, én voltam.
És ezt nem tudod kiszámítani. És ezért beszéltünk arról, hogy egyébként most is jobb lenne, hogyha kiküldenék a nézőket. Nem, tényleg beszéltünk itt az izgulásról, és meg is akartuk kérdezni, de akkor még a mai napig van ez az izgulás, mert Endre csodálkozott, hogy én izgulok, hogy nem tudom én hány ezer előadást lejátszottam, és még mindig izgulok, és rettenetesen. És most is azt beszéltük, hogy rettenetesen izgulunk, mert ide jön a közönség. Te izgulsz? Én izgulós vagyok. Én tudom, ide jön a közönség, és ránk, és pont ezért, mert azt mondod, hogy ránk kíváncsiak, vagy rád kíváncsiak. Mert ő attól fél, hogy kicsináljuk ma este. Mi már itt délután így elengedtünk egy-két dolgot, amiről ő arra következtetett, hogy ki fogjuk ma este csinálni, és velünk jártál még jól. Igen, ennél csak rosszabbak? Majd este néznek, milyen lesz az. A Géza. Gyilkos. Tehát mi édesek vagyunk. Igen, Ati is kegyetlen, úgyhogy... Ajaj! Ugye te zenésznek készültél, és 16-17 éves korodban hirtelenjében úgy döntött az élet helyetted, hogy ezt te nem folytatod. Azt úgy kell elképzelni, hogy ez egy nagy recsenés, egy fiatal, szenvedélyes, elhivatott, lánglelkű fiatal ember esetében? Ha az voltál. Úgy kell elképzelni. Nem azonnal fogtam föl, hanem egy szombati napon történt meg az, hogy egyszer csak nem tudtam megfogni a leveses kanalat. Annyira fájt a jobb kezem. Túlterhelted? Igen. Zongoráztam, és tehát körülbelül reggel 8-tól délután 5-ig hát elvonultam egy kis szobába, és hegedültem, zongoráztam, és kottáztam. Mi volt az oka ennek a felhevültségnek? Hát szerelem. Szerelmes voltam, halálosan szerelmes voltam, és reménytelenül, és azt gondoltam, hogy majd most írom meg azt a dalt, amivel eljutok a hölgyig. Ja, viszonzatlan a szerelem volt, és azt mondtam, hogy most olyat írok, hogy itt... Igen. Hát igen. Leomlanak a várak. Ezt gondoltam, de hát egy borzalmasan rossz dalt írtam egyébként, amint ahogy az ilyenkor gyakran megesik. Szóval nem volt jó a dal se, és utána nem tudtam gyakorolni se rendesen. Volt egy ilyen nagyon erős pont, amikor a vonó kirepült a kezemből gyakorlás közben. Az egy ilyen nagyon erős dolog volt, tehát amikor éreztem én, hogy fáj, de hát ugye gyakoroltam, és akkor ez csak volt egy ilyen pont, amikor tényleg kiesett a kezemből, és nem tudtam utána rendesen megfogni a vonót. És akkor szerdán volt egy ominózus pillanat, amikor én felfogtam azt, hogy mi is történik, és akkor eljött velem egy nagyon kedves barátom akkor, és hát ő a megmondhatója, hogy szerintem se előtte, se utána olyan állapotban engem nem látott. Tehát amikor én nekem azt mondta az orvos, hogy most lehet, hogy két hétig nem hegedülhetek, akkor úgy omlottam ott össze, mintha soha nem is éltem volna szerintem. Tehát, hogy olyan... Tehát én ott megszűntem létezni, megsemmisültem. És körülbelül arra... Igen. És arra, valójában arra, utána az van meg, ami a következő kép, ami megvan, hogy ülök ott a kórházi váró, vagy ott a folyosón, és az van meg, hogy annyira zokogtam, hogy már a tüdőm nem bírta. Tehát, hogy annyira sírtam, hogy már nem bírta tovább a tüdőm, és egyszer csak már... Tehát igazából kifulladtam. De és ebből aztán a két hétből lett aztán egy... Valójában ott egy-másfél órán keresztül volt egy ilyen sírógörcs, vagy egy ilyen sírógörcs rohamszerű valami, hogy nem tudtam fel... Amivel igazából feldolgoztam azt, hogy akkor most lehet, hogy én két hétig nem hegedülhetek, amiből természetesen utána az a látszólag sokkal nagyobb tragédia lett, hogy utána valójában nem folytathattam én olyan minőségben ezt a zenei pályát, ahogy én azt szerettem volna. És akkor mire gondol az ember? Hogy most vége van a világon?
Nem, hát elmentem a boszorkányoktól kezdve mindenkihez, hogy ne túlzok, de hogy tényleg én előtte soha se vitamin, se ilyen, meg olyan, meg gyógytorna, lézerterápia, injekciós kezelés, szóval minden, ami csak van, a gyógynövényektől kezdve, szóval minden. Hogy a kezed újra működőképes legyen? Igen, hát akkor elindult egy ilyen borzalmas praktikum, praktikus küzdelem elindult, és így is beadtam egyébként a Zeneakadémiára. Még annyira nem hittem el, még 18 évesen se, hogy én nekem ez ennyi volt, vagy hogy most akkor most tényleg valami mást kell csinálni. De akkor történt meg az a csoda, hogy beadtam a színművészetire is, ahol fölvettek elsőre, amit soha nem gondoltam volna, és akkor úgy voltam vele, hogy hát akkor ezt gondolom az ég akarta így, vagy a sors, vagy nevezzük bárhogy. És utána, amivel még jobban megleptem magam, hogy utána már nem mentem el az akadémiai felvételire. Én úgy voltam vele, hogy addig a pillanatig biztos voltam benne, hogy hát én el fogok menni. És aztán felvettek az SFR-re, és akkor úgy voltam, hogy akkor nem megyek el, mert most már akkor nem játszok tovább ezzel a dologgal. A szíved néha még belesajdul, ha látsz egy jó hegedűjátékot? Nem. Nagyon szeretem. Hát, hogy mindig öröm. Visszatérnék a recsenésig, mert... Elkaptam egy fél mondatot egy korábbi interjúban, hogy tulajdonképpen te olyan zárkózott, mindenkitől távol levő fiatal ember voltál. Szóval mondhatom, ha találkozunk, megkérdezem. Te az a típus voltál, hogy voltál te és a hangszered? És azon túl semmi? Ez pedig egy kicsit úgy történt, hogy én 14 éves koromig én voltam ilyen osztálybohóca egy kicsit, de 14 éves koromban... meghalt édesapám, és eljöttem otthonról, eljöttem a szülővárosomból, Pécsről, és feljöttem a Bartók konziba, és nekem itt nem volt senkim. Senkit nem ismertem, engem se ismert senki. Tehát följöttem 14 évesen Budapestre, nulla, teljesen zérón. És hát úgy is éreztem magam, kb. És hát természetes volt, hogy minden energiámat a hegedülés vagy a hegedülésbe tettem bele, és arra szenteltem minden időmet. Barátaid se voltak nagyon? Azt tőlük kéne megkérdezni, hogy végül is ők azok voltak-e, vagy nem. Voltak emberi kapcsolataim, tehát beszélgettem emberekkel, de abszolút ez egy nehéz dolog, mert van olyan, hogy valaki nem. Tehát olyat is ismerek, aki nem. Akkori konzis társaim között is volt olyan, aki egyáltalán nem. Tehát aki tényleg felkelt, ment, gyakorolt, lefeküdt, aludt, felkelt, ment zenél. Tehát tényleg volt olyan, aki nem lehetett így emberileg fogást találni, hogy hello. Tehát, hogy volt ilyen. Ilyen van. De én nekem ez inkább egy ilyen, nyilván a feldolgozás is feladatom volt, meg egyáltalán az, hogy szerintem hagytam magamnak időt, hogy felébredjek egy rémálomból. Tehát én sokkal több bajomat és problémámat és gondolatomat osztottam meg a hegedűmmel, mint mondjuk a szobatársaimmal. Arról nem is beszélve, hogy ezek praktikus dolgok, tehát hogyha valaki napi 8 órát gyakorol, akkor viszonylag kevés ideje marad mondjuk csajozni. Nem volt sok időm csajozni. Voltak csajaim egyébként akkor is, de sajnálom őket utólag, mert nem sok. Osztozni kellett a hegedűvel. Hát több időt töltöttem a hangszeremmel, mint velük, és ez egyébként valahol meg egy szemétség. Gábor, neked volt olyan, hogy te a zongorába menekültél? Tehát, hogy a zene lett a te igazi társad, és ti ketten alkotatok csak egy olyan egységet, mindent kizárva, hogy az lett a menedék? Hát én ilyesmit soha nem fogalmaztam meg. Se magamnak, se másoknak. Tehát a zongora az egyébként mindig egy ilyen... Jó, akkor használom azt a szót, amit te mondtál, hogy egy ilyen menekülési pont. Tehát az úgy jó. Tudod? Tehát, hogyha ha tényleg elég rossz a napod, hogyha tényleg semmi nem jön össze, akkor a legjobb, hogyha oda vissza a hangszerhez. És ott mi történik? Hát nem tudom, van benne talán valamennyi vigasz, van benne megnyugvás, megnyugvás,
attól függ, hogy merre visz az a pillanat, nem lehet ilyeneket. Szóval aki ilyeneket el tud mondani, az nagyon tud dumálni, és főleg nagyokat tud kamuzni, mert ez csak, ezt nem tudod, hogy ott mi van. Csak az biztos, hogy az segít. Az biztos, hogy az segít. Egy ideig azt csináltam, én nem az ezotériától rosszul vagyok. Ez egy komoly üzletág, én beismerem, nagyon sok pénzt lehet vele keresni, de nekem elég rémes tud lenni, mert többször próbáltak bevonni mindenféle ilyen... Egy zongorával jósolj, vagy ilyesmi. A billentyűkből. De valami, ugye az, hogy ilyen hangzások jönnek elő a kezed alól, az úgy nagyon-nagyon-nagyon el tud vinni valamerre. És úgy el tudja mosni azokat a rossz körvonalakat, amiket látsz magad előtt addig a pillanatig. Sokszor volt az, hogy én arra gondoltam, hogy egy kicsit tudatosabban kéne élni, ezt körülbelül, mire kimondok egy ilyet, addigra már utálom is, de hogy egy kicsit tudatosabban kéne élni, és akkor én minden napot úgy kezdem, hogy lemegyek a zongorához. Hát ahogy mentem a zongorához, már röhögtem magamon, hogy én hogy tudok ilyen hülyeségeket kitalálni magamnak, de valójában tényleg azt lehet mondani, hogy ki lehetne dekázni, hogy ha a zongorával tudod kezdeni a napodat, akkor sokkal jobbak az esélyeid arra, hogy egy jó napod lesz. Tudsz mondani egy olyan történetet, ami még ránk tartozik, vagy élethelyzetet? Mert hogy mondtad ezt egy korábbi interjúban is, hogy a zongora, a zene nagyon ki tudja húzni a kakiból az embert. Amikor te úgy magad alatt voltál. És valahogy a zene valamiképp ebből téged ki tudott lendíteni. Nem tudok ilyen konkrét történetet elmondani. Azt gondolom, hogy ennyi év alatt valószínűleg több ezerszer fordult ilyesmi elő. De nekem nincs ilyen konkrét történetem. Azt mondod, oda kell... De ha valakinek van, akkor az nem igaz. Nem igaz? Így nem működik, szerintem. Szerintem így nem működik. Sokkal természetesebb. Hogy elmesélhető legyen, úgy nem működik. Ha már azt mondod, hogy oda kell ülni a zongorához, ugye a felvezetőben említettem a Pinokkiót. Igen. Azon gondolkodtam, hogy egy fél órával ezelőtt azt mondtad, hogy ha valaki tutista, akkor ez nem ér semmit. Ebből én arra következtetek, hogy egy picit mindig kockáztatni kell. Tehát legyen tétje a történetnek. Neked például egy ilyen Pinokkiónál. Mi a tét? Magad hát, számára. Hát én megmerem mondani, ami nem biztos, hogy mindenki számára elfogadható, hogy ilyet mondok. Pinokkió, abban az a tét, hogy valószínűleg már nem írok ezen kívül még egy zenés darabot. Rohadtul nem mindegy, hogy az utolsó milyen. Tudod, hogy most odáig nem mondom, mert nem tudom, de hogy így, egyek vagy így. Ennél nagyobb tétet nem tudok mondani, most lehetne... Itten így patetizálni reggelig, de tulajdonképpen ez van benned. Amikor minket elhívnak egy koncertre, már úgy értem, hogy az én generációmmal, akkor mindig az van benne, hogy hát menjünk, nézzük meg, hát ha most látjuk utoljára. Gyere, Gizi, menj, nézzük meg. És ebben... Figyelj, ezzel együtt kell élni. Tehát ezt nem lehet úgy csinálni, mintha ez nem lenne. És ezért rohadtul nem mindegy nekem, hogy a Pinokkiót hogy tudom megcsinálni. De azt te magad eldöntötted, hogy ez az utolsó? Nem, de hát elég logikusnak tűnik. Miért? Hát miért? Azért, mert nem 23 éves vagyok, mint a képzelt riportnál. Hát
Mert ilyen ha siker, egyszer. Akkor 20 évig játszani fogják, ha meg bukik, akkor meg soha többet nem fogják felkérni. Az is igaz. Hát ott. És mi ennek érzed most? Tudod, azt mond, tudom, azt mondtad az elején, hogy ez megjósolhatatlan. Persze. De te legbelül mennyire érzed most? Jónak, elfogadhatónak, adekvátnak? Erre akkor tudnék válaszolni, hogyha itt most egy emelettel lejjebb ott lenne a példánya Rudi asztalán, mert a zenék egyébként 90%-ban készen vannak, azokat még mindig szeretem, ezt nagyon nehéz kimondani, iszonyatosan félek ettől, hogy még soha nem voltam ennyire, ezt nehéz lesz megmondani, hogy szóval bizakodó vagyok, hogy a dalok működni fognak. Mégis ijesztő, hogy ennyire bizakodónak tartani. Igen, és hogy nagyon úgy tűnik, hogy ilyen szeret, tehát hogy a számomra szerethetők maradtak egy-két hónap után. Egy-két hét, egy-két, attól függ, hogy melyik, mikor készült el. Nem, mert behúztál a csőbe, mert nagyon nehéz erről beszélni, és csak mökögök. De ez azt jelenti, hogy ki szoktál szeretni a saját dalaidból két-három hónap után? Persze. És akkor, de hogy olyan szinten, hogy meg se bírod hallgatni? És tehát, akkor gyorsan kihúzom minek, a darabból. Vagy őrületes birkozás kezdődik, hogy én ki akarom szedni belőle. Ilyen volt a képzeleti pontban is, volt a padlázson is, hogy én ki akartam szedni belőle. Általában ugye a Marton Laci volt az, aki vagy hagyta, mert olyan is volt, de volt olyan, hogy nem hagyta, és neki volt igaza. Elmondod, hogy mit szerettél volna kivenni? Hát nem tudom most már pontosan mondani, de a képzeleti pontból a finálét. Azt te nem szereted, azt gyakran mondod. De miért? Hát nem tudom. Van benne egy ilyen megoldás. Na akkor legyen vége a darabnak, megoldjuk. Nem szeretem, mert egyébként amiről szólnia kellett, azzal nincs baj. Csak szerintem nem kellett volna kimondani. És azt úgy kihúztam volna, és kihúztam volna annak nem tudom, Eszter keresése. Kiáltoztam én utána. És akkor a Laci azt nagyon nem engem, azon nagyon föl is kapta a vizet, hogy ezt hogy gondolhatsz ilyet, és jó, akkor hagyjuk benne. Inkább szerettem volna valami más csinálni helyett. Nem miatt, a Pinocchio miatt, ami úgy volt, hogy először is nem is gondoltam én semmit. Tehát én már nem gondoltam abban, hogy darabot, jó ideig a padlás után kerestünk darabot. De nagyon sokáig, de kerestünk a Lacival, kerestünk a Dusánnal, és valahogy nem, és nem jött semmi olyan, mint ahogy a Dusánnak annak idején jött a padlás, hogy egy ilyen cetli félével, mint ami a kezedben van, odaállt a zongora mellé, és azt mondta, hogy nézd már meg ezt. És benne volt a történet váza, meg két dalnak a szövege is. Amikor fölhívott a Rudi, és azt mondta, hogy most 5-6 nóta kell a Pinocchio, mi kell a Pinocchio-ba? Hát de most tényleg, hát mi kell a Pinocchio-ba? Hát írja 5 nóta, és az neked meg mi? És mondom, de hát ne, most tényleg, most jó, mondom, akkor jó, beszéljük. És akkor beszéltünk, hogy hát 5-6, nem akarunk ennél zenésebb színház lenni, sőt, jó, akkor 5-6 nota, és nekiláttunk, elkezdtünk dolgozni a Tomival, Keresztes Tomival, Dusánnal elkezdtünk a Krisztályékkal a darabról, mentek a jelenetek, jelenetvázak egymás után, hogy itt ezt kell, és mindig valaki azt mondta, ó, itt lehetne egy dal
arról, de ebben én is voltam az egyik. Itt lehetne egy dal arról, hogy Pinocchio véletlenül felgyújtja magát, mert még nem érti, hogy mi a tűz. Ezután lenne szép a tücsöknek egy dal. Az milyen jó. És ez így megy. Akkor ezelőtt egy hónappal kijött a Keresztes Tomi, és ültünk az erkélyen, és a dalokat hallgattuk, a dalokról beszéltünk, még sok a javítani való szövegbe, zenébe, minden. És a Rudi telefonált, hogy kéne beszélni erről, meg arról, meg arról, és közel lakunk egymáshoz, és mondom, nem otthon vagy? Azt mondja, de, mondom, akkor gyere át. És átjött, és akkor volt az a pillanat, amikor megmutattuk az igazgatónak, hogy 23 dal van. És ő állati fegyelmezetten ült, az arca nem rezdült, amikor a 17-et hallgatta meg. És csak így bólogatott, szép meg ő. És akkor eljutottunk a 22-hez, vagy 22, vagy 23 dal körül tartunk most. És akkor arról kezdtünk beszélgetni, hogy ha ezek a dalok bennmaradnak a Pinocchióba, akkor legyen két estés a Pinocchió, bérletbe lehet megnézni. Most még lehet, hogy... Mert hogy ha csak a dalokat végighallgatjuk, az ebben a pillanatban kitesz egy előadást. Úgyhogy sokat akkor már nem kell dolgozni a szövegíróknak. Minden esetre nagyon várjuk. Hát ez kedves volt. Hát. Neked két színházi baleseted is volt, és most így utána néztem a színházi baleseteknek a történetének, hát nagyon sok színész megúszta, és azon gondolkodtam, hogy egy ilyen fiatal embernek kettő is jut. Hát kettő volt olyan, ami eljutott a sajtóhoz. Akkor hány volt összesen, ha már itt számokról beszéltünk az előbb? Sok? Persze. Nem is ez a kettő volt a legnagyobb? Tehát mondjuk el volt egy Pál utcai fiúk és egy padlás. Hát viszonylag. Hát ez a kettő abból a szempontból volt nagy, hogy a nézők előtt történt. Tehát a jelen idő varázsa az megfűszerezte ezeket a baleseteket. Ugye a padlásnál lezuhantál a létráról? Igen. Az hány méteres volt az a létre? Hát olyan... Nem, 2,5-3 méterről zuhantam meg körülbelül. És mi történt pontosan? Hát... Az történt, hogy ahogy elindultam, futottam a létre felé, előtte, amikor ugye előtte az a jelenet van, hogy a Süni hegedül a tetőn énekel, és már előtte ugye ott mi a helikopter támadásban már nagy fizikai melót végzünk, és amikor egy vasárnapi dupla előadás volt, tehát volt délután már lement egy előadás, akkor nem sikerült leesnem, este meg sikerült leesnem. Azóta mindig így szoktunk előtte így fogadni, hogy na, vajon ma leesik-e a hundi, vagy nem. Az történt, hogy előtte így googolunk, és nagyon nézzük, és szorítjuk egymást, hogy na, akkor most leesik-e a Süni a tetőről, vagy nem. És akkor abban a pillanatban, hogy így fölpattantam és megindultam, már így éreztem, hogy egy kicsit így kiszalad a fejemből a vér, tehát volt már egy kis ilyen elhomályosulás. Ami után valójában annyi történt, hogy a létra egyik alsóbb foket, amikor nekifutok a létrának, ebből annyi következett, hogy beütöttem a térdemnek itt ezt a lágy részét a térdkalácsomnál, beütöttem az egyik létrafogba, de még volt bennem annyi erő, hogy felfussak, és akkor ott éreztem, hogy kezd el menni egy kicsit a kép, és akkor arra próbáltam koncentrálni, hogy így a létra felé tendáljon a testem, de az már úgy néz ki, hogy nem sikerült. Tehát ez már nem... Utána teljesen elment a kép. Tehát utána nekem filmszakadás volt. Tehát ott teljesen elment a kép. Semmire nem is emlékszel az összeszaladásra, hogy megállt az előadás? Nem. Tehát utána onnantól volt meg, hogy amikor magamhoz tértem, akkor már azt láttam, hogy így körülöttem, így fekszem hanyatt, és így körülöttem vannak ilyen fejek. És már nem sokkal utána már érkezett a mentő, és akkor vittek gyorsan CT-röntgen, minden, és akkor...
Rájöttél az okára, hogy ez túlterheltség volt, fáradt voltál, kimerült voltál? Elég, tehát nagyon sokszor van olyan, hogy egyébként egy hajszálnyira vagyunk ilyen balesetektől. Tehát, hogy nagyon, tehát hogy rengeteg olyan pillanat van, nem csak a padlásban, a Pál utcaiban, rengeteg olyan van, hogy egy jelenetből kijövök, és az az érzésem, hogy gyerekek, itt lehet, hogy egy milliméteren múlott, hogy az a létra az nem csúszott ki alulam. De említhetnék más előadásokat is, csak nyilván most ezekről beszélgetünk, de ugyanúgy a Diktátor tele van veszélyes jelenetekkel, létrán fölmászás, pirotechnikától kezdve minden, tehát meggyújtják a kezemet, kesztyűvet, tehát volt olyan, hogy valahogy a Ati annyira játszott, igen, annyira játszotta a Diktátor elején, hogy ugye befutok, és akkor, tehát az például a legelején úgy lett volna, hogy nekem még a takarásban meggyújtják ugye ezt a kesztyűt, és én úgy futok be. És akkor ott volt egyrészt egy ilyen kísérletezés például arról, azzal kapcsolatban, hogy akkor jobban meg először, amikor párszor befutottam, akkor pusztán attól, hogy gyorsan futottam, elaludt. Akkor gyújtsuk meg jobban. Ugye, és akkor ez elindul ez, és akkor a színész, hogy áll, oké, persze, gyújtsuk meg jobban. Hát végülis az én kezem nem a tiéd. Persze. Azért vagyok itt. Már úgyse használható. Persze, meg már úgyse. Hát nem hegedűsz annyi. Neki már úgyis mindegy, gyújtjuk meg jobban a kezét. Na, mindegy, akkor ebből lett az, hogy akkor végül ezt elhagytuk, mert túlságosan meg kellett volna gyújtani a kezemet ahhoz, hogy égben maradjon. Akkor az lett belőle, hogy befutok, kint bespriccelik ezzel a folyadékkal ezt a kesztyűt, befutok, és bent gyújtja meg. Ember Márk kollégám bent gyújtja meg a színpadon, fellobban, és Vigyenszky Attila, ifjabb Vigyenszky Attila kollégám pedig ezt eloltja. Hol köpködve, hol egy kis parfümmel, hogyha sikerül megtalálnia a zsebemben a kis parfümöt, akkor megtalál, ha nem, akkor így köpköd rá. Tehát, hogy ezek ilyen dolgok, és volt egyszer, hogy így, én így ugye kicsit össze vagyok esve, tehát kvázi nem vagyok magamnál, tehát fura lenne, ugye, hogyha magam, de volt egy olyan előadás, amikor egy ez már meleg. Csak azt érsz, hogy előtte egy a Vigyenszky, vízé, egy turkány. Vedd már ki. Már csak azt hallom, hogy mondom. Tehát így az lett a végül, hogy mondom, jó, akkor most magamhoz térek. És eloltottam. Tehát, hogy ilyenek vannak, és van olyan, hogy az ember, amikor kirohan a takarásba, akkor kap egy olyan bordást, egy olyan díszletelemtől, ami nem ott szokott lenni. És aztán azért nem lesz belőle hír, mert nem látta a néző. És miért csináljak belőle hírt? Tök kínos volt például a Pál utca is balesetnél, 150. jubileumi előadás volt, kamerák mindenhol. Na. Hát persze, és akkor történt meg a dolog. És hát utána borzalmas, kínos volt. Én többször jeleztem, hogy az a díszletelem nincs megfelelően rögzítve. Ezzel én azt gondolom, hogy nem foglalkoztak akkor kellőképpen azok, akiknek ezzel kellett volna foglalkozni. Beszakadt alattam egy díszletelem, én 3,40 magasból belezuhantam, majd utána a HVG pár perc múlva már ki is írta, hogy Wunderlich József rosszul lépett. Majd én itt telefonáltam, hogy háló, tessék, hogy? Ja nem, oké, leszették. De mit tudom én, hány ezer ember elolvasta, és akkor mindenki dönts el, hogy akkor most mi igaz, meg mi nem igaz, aztán utána eltűnt, és akkor most akkor... Te az a típus vagy ilyenkor, hogy az igazság érzeted azonnal lobot vett, fölveszed a telefont és fölhívod az újságírót? Hát azért is csináljuk egy kicsit szerintem ezt a dolgot, ezt a színházat, mert van egy olyan igazságérzetünk, ami nehezen elfojtható, vagy eltüntethető, vagy eltaposható dolog. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ma is például színházban még mindig a legkönnyebb kimondani bizonyos igazságokat, amiket az ember már lehet, hogy sehol máshol nem merne, vagy nem tudna, vagy nem akarna kimondani. De egy szerepen keresztül mondjuk ki tudok mondani egy olyan igazságot, amit már lehet, hogy a Jászai nem mernék kimondani a 4-es-6-os megállóban, mert lehet, hogy 5-en rám jönnek és megvernek. Tehát most csak mondtam valamit, de mondjuk a színpadra nem mernek följönni neked, meg utána megkérdezik, hogy azt nem én mondtam, azt a Boka János mondta, nem én. Tehát, hogy ez nehéz dolog. És az igazságérzeted az idő előre haladtával, az csökken, szunnyad, vagy pont, hogy még inkább
tágteret kap benned. Szerintem ez egy viszonylag folytonos történés bennünk az igazságérzet. De 10 vélt vagy valós igazságtalanságból Józsi a másik nap hányat artikulál ma? Kedden. Szerintem 10-ből 9-et, szerintem igen. Tehát szerintem, hogyha így arányokat kell mondanom, igen, akkor nagy részt azt szoktam érezni, hogy tehát inkább azt mondom, hogy 100-ból 99-et. Tehát, hogy nagyon közel, majdnem mindent. Hát akkor, vagy mindent. Akkor azért a aludjakra egyet, az tulajdonképpen csak kicsit csitít, de a történet... Nem az a lényege az alvásnak, hogy megmásítsam esetleg a véleményemet, hanem az, hogy átgondoljam, hogy ezt kivel, kinek és hogyan. Végezetül még egy témát szerettem volna felhozni. Most, hogy készültem a padlásra, erre a beszélgetésre, hogy a padlás is szóba jön majd, Dusán mondott egy nagyon szépet. Azt mondta, hogy miután ő megírta ezt, el kellett gondolkodnia mindarról, amiről ez a darab szól. Nevezetesen, hogy van-e folytatás. Hogy hol élünk mi, hova jutunk, mi a viszonyunk, ha van viszonyunk bármivel, ami számunkra láthatatlan. Benned ez a darab, vagy az azóta eltelt időszak, ilyen értelemben bármit változtatott, vagy juttatott-e érvényes megoldóképletig? Nem. Azt gondolom, hogy ez bárki bármilyen sokáig, bármennyire okos, művelt ember bármilyen sokáig gondolkodik, nem fogja tudni úgysem a választ. Tehát én a padlást csak önmagában látom. Azt gondolom, hogy a padlásból kihúzigálni szálakat, gondolatszálakat, az nem az én dolgom. Én azért szeretem ennyire azt a darabot, mert hogy annyi finom elrejtett kis gondolatot vélek kiszálazni belőle, amikor néha úgy, ugye nekem a állásomnál fogva is látnom kell az előadást, tehát valamilyen szinten az idézőjelbe vett karbantartás is a dolgom, és akkor mindig rábukkanok valamilyen új picike kis üzenetre, vagy egy pici kis gondolat töredékre, vagy gondolat kezdeményre, ami ott van, és azt gondolom, hogy ez így jó, tehát ez így kerek, vagy bármi így gömbölyű, mint a szilvás gombóc, ugye. És minek ezt magyarázni? Hát annyira szépen le van írva, hogy íme a föld. És ott van. Hát most akkor én ehhez próbálkozzak hozzátenni bármit. Hölgyeim és uraim, Presser Gábor, Wunderlich Jó. Thank you.